Üdvözlök minden kedves nézőt, Dopman Papa a házba, fantasztikus emberekkel körbehéve, igazi harcosokkal. 2023. március 25-én az első Viltek Sipos István emlékkupán egy fantasztikus meccs kerül megrendezésre. Én magamban már úgy hívom, hogy Trilla, én Nagy Kanizsa. És majd azt is elmondom, hogy miért. Hát a két résztvevő az nem más, mint két jó barátom, emiatt talán kicsit szomorkásnak is kéne lennem, mert nem szeretem, ha barátaim bántják egymást, de most kénytelen vagyok ebbe beleegyezni. Kovács Pikpak Gyuszi és Bánóczi Zoli és Kovács Pikpak Gyuszi. Mindketten, hát sok szempontból veretes nevek vagytok, minden szinten, szinte minden. Mi hozta azt a ötletet, hogy megmérkőzzetek egymással, Gyuszi? Úgy kezdődött az egész, és köszöntök mindenkit. Úgy kezdődött az egész sztori, hogy Salamon Tomi barátommal beszélgettem, hogy lesz ott lent Nagy Kanizsán egy mérkőzés, és én ott egy barátját egyszer bántottam a ringbe. Hát ez egy elég emlékezetes. Igen. Erről szól. Na most az egy Nagy Kanizsai srác. Elvileg lehívtak, hogy ott a mérkőzések alatt engem ő ki fog hívni egy visszavágóra. Erre jött az ötlet, hogy mondtam, hogy hát figyelj, lemegyek én szívesen vendégként is, de ha már ott vagyok egy boxmeccsen, mivel nem olyan régen voltam egy barátom boxmérkőzésén, a Kis Balázs boxmérkőzésén, mint edző, Anti barátomnak segítettem ott, mint segédedző, kiderült, hogy nem vagyok nagyon jó a ringsarokba igazából, mert a szék helyett a fotelt akartam föladni, amért kibaszott egy szúrást is kaptam tőlük. Igazából. Tehát rájöttem, hogy ez nekem nem megy, talán boxolni jobban tudok, mint onnan a sarokból tevékenykedni, és akkor mondtam a Tominak, hogy hát igazából én inkább boxolnék, és akkor elkezdtük az ellenfeleket latogatni, hogy kivel lehetne, mivel hogy én is vagyok már 54 éves, a Zoli is, és úgy döntöttük, hogy majd 110 55. éves. 55! Bocsánat. Tehát akkor 110 év lesz a ringbe, a bírót még nem is számoljuk. Maradjunk annyiba, és akkor ezt gondoltuk, hogy ez viszont mind a kettőnk mögött van egy olyan szakmai múlt, akár meg annyi edzés múlt, tehát közel több mint 40 éve tartjuk magunkat kondiba, ő is jó formában van, azt mondják rám, hogy én is, hogy igazából ez még talán szaftosabb mérkőzés lehet, mint tudom én, két fiatalnak. Zotyám, mit szóltál a kihíváshoz? Mondjam azt, hogy először meglepődtem, de most azt mondja, kivezet, örülök neki. Figyelj, de pontosan ugyanebből az apróból kerestek meg engem a Tamás, a Salamon Tomi, ezért, hogy lesz egy ilyen gála, fölvetődött ez a dolog. Nem átráltam ki le. Igen, érzem magam, hogy még van bennem annyi munka, van bennem annyi, hogy azt hiszem, hogy föl kell tenni az írapontot a végén. A srác ott velem szemben nagyon tökös gyerek, úgy föl kell jött meg atyámat, de nem fogom mindjárt adni a ízemet, a bőrömet, abban biztos lehetsz. Úgyhogy hát, azt gondolom, hogy a mai bunyom megérett egy olyan, tehát, és ez nem kicsit, de majd kicsit olyan szinten lesz szaktalan, tűnik ez az egész. Mi most megpróbálunk is szint és szagot hozni ebbe a bunyóba. Oké? Okay? Valami most, hogy valami maradot alkotni, úgy letenni, hogy hátra van letenni a kezdet, hogy emlékezzenek valamire. A kalendárium ezt jegyezze majd még. Ez különben számomra egy nagyon érdekes meccs, és pontosan ezért, mert amit hiányolok a mai bunyóból, az a karaktereknek a jelenléte, tehát igazi megragadható karakterek nagyon kevesen vannak, akik showmenséget is hoznak a sztoriba, és szerintem a bunyóban ez nagyon fontos. 4x3 perc lesz, ugye? Így van, igen. 14-es kezdjük, mert ugye már így engedi ez így sajnos csak, de pufó nem le, tessék? Nem lesz annyi. Nem le, ja, jó. Hát igen, jó. Erős a srác, tehát igen, 4x3-ra tervezünk, de én se úgy tervezem. Kiütéssel játszátok? Hát nehéz lesz kiütést eredményezni, ugye nehéz lesz elérni a kiütést, mert ugye megbeszéltük, hogy volt egy kis rossz szájíze az ökölű a szövetségnek, és megbeszéltük, igen, hogy akkor legyen az, hogy a korunkra való tekintettel, hogy 14 unciás kesztyűbe fogunk bunyózni, azzal azért elég nehéz kárt tenni a másikba, viszont így meg egy élvezetesebb mérkőzés várható, mert nem lesz sérülés, sokkal látványosabb meccset lehet talán előhozni ebből így. Amúgy esség az, hogy 14 unciás kesztyűvel nem lehet kütni a másikot, mert pontatlan ütés van, de a pontos ütésnél lemegy mindenki, még ha 16 unciás is, de nyilván mivel már rég léptetek, vagy régóta nem voltatok ringbe, ezért én 16-ost javasoltam volna nektek, ha lehetett volna. A lényeg az, hogy én is azt mondom, amit az Oli is mondott, hogy meg kell mutatni, mi is akartunk tervezni növényével ilyen meccset, meg kell mutatni, hogy ebben az idős korban is lehet ringbe szállni, lehet mozogni, lehet edzeni. Lehet, hogy hát sokan azt fogják mondani, mit akarnak már, nem érdekes. Meg kell mutatni, hogy lehet színvonalasan,
és a kövő meccset játszani. Barátságból is lehet, amúgy mondjuk barátságos addig lesz, míg az egyik nem üti meg a másikat, mert általában a box az ilyen, hogyha visszajöttnek, már nem barátságos. A lényeg az, hogy hát meg kell mutatni, hogy hát ebbe a korba is, vagy még fölött is kell mozogni, oda kell állni. Ha vesztes valaki, az se probléma, mert csak akkor tudsz kikapni, ha valamikor ringbe lépsz, vagy akkor tudsz győzni. Ha csak otthon ülsz a fotelbe, és mondod, hogy ezt én is megvenni, meg azt megvenni, mert sok ilyen van, azzal nem érsz el semmit, úgyhogy visszaadjuk a szót a versenyzőknek. Ja, és még csak annyit, hogy mind a kettőjüket ismerem, ugye jó Gyuszi is jó barátom, Zoli nálam sokat boxolt, edzője voltam, most felkért, hogy segítsem őt egy kicsit ebbe a harcba. Végig fog menni a mérkőzés, vagy nem fog? Manapság nagyon divat a szavak emberének lenni. Kívog a témás, meg élő live-hozni, ugye? Tehát, hogy közösség állasz, mindenki tudja. Ma nagyon divat. Mi nem azok vagyunk, jó? Tehát mi bemenjünk, és mi háborúba fogunk menni, vért verétéket, lehet egy csontot törni, de mi nem live-hozunk, mi verekedni megyünk oda be. Erre annyit tudnák hozzáfogni. Én nagyon örülök például, hogy a Pisti pont, aki felkészít tégedet, mert még mindig rosszabb felállás lenne, ha te készíteni időt ellenem, úgy érzem. Azon kívül pedig... Ez, amit mondott a Pisti, ez régóta foglalkoztat, hogy nekem is, meg nektek is, gondolom, vannak birkozó, cselgáncsozó, súlyemelő barátai, akiknek szenior világbajnokságot is rendeznek. Itt a boxba vége eltelt a 42 év, és onnantól kezdve azt mondjuk, hogy meghalt a boxoló. Pedig nem mindenki ugyanolyan állapotban van, és úgy irigylem sokszor, amikor mit tudom én, a Kékesi, vagy mit tudom, akár melyik mondom, hogy most világbajnokságon voltam, vagy a felföldi, vagy akár is mondják, hogy most voltam egy világbajnokságon, harmadik lettem, vagy helyezést értem el, vagy akár megnyertem, és mindig azt mondom, hogy nálunk a boxban ez miért nincs, amikor úgy lehetne csak megteremteni a feltételét, hogy sokkal nagyobb védőeszközökkel, tehát ahogy mondott, 16-os kesztyű például, kötelező fejvédő, stb., és már is boxolhatnánk idősebb korba is. Engem egyébként azért szeretnék mindenkit megnyugtatni, tehát amit a Pisti mondott itt mellettem, hogy azért a 14 unciás kesztyű az nem életbiztosítás, tehát ez nem akadálya annak, hogy a plafonról is folyjon a vér, úgyhogy ez előfordulhat ebben az esetben is. Ami itt nagyon izgalmas tényleg az, hogy két karakter van, és nem véletlen mondtam, hogy a Trillain nagy kanizsa. Mert aki ismeri a fiúkat kicsit jobban, az tudja, hogy a Zoli stílusában egy kifejezetten vívó boxoló, rengeteg lábmunkát alkalmaz, tehát egy kifejezetten táncos lábú, nagyon technikás, mozgékony ökölvívó. A mozgékonyság, meg a technika az a Gyulára is abszolút jellemző, viszont a Gyula meg egy kifejezett verekedő. Tehát itt olyan stílusok találkoznak, ami nagyon érdekes, tehát van technikai képzettség is ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Egy olyan csata, amit magyar ringben mostanában nem nagyon látnak emberek, ez azért is van, mert mint a két figura öreg iskolás harcos, tehát jó értelembe vett veterán harcosok, és emiatt a stílusok találkozása, ez nagyon izgalmas lehet a néző számára. Mivel készülsz, Gyuszi, a Zoli ellen? Mivel készülök a Zoli ellen? Hát legfőképp az antibarátommal, mivel mind az utóbbi időben, amikor mérkőzéseim voltak évekkel ezelőtt, mindig őt kértem meg, hogy segítsen. Nagyon bízom a szakmai tapasztalatában, hisz Európa bajnokoktól kezdve stb. Fiatal srácokat kinevelt olyan tehetségeket, stb. Én legfőképp ugye az antira támaszkodom, azon kívül pedig... próbálok minél több kondíciót összeszedni, mert tudom, hogy egy nagyon gyorslábú ellenféllel állok szembe, és hát titkolozhatnák, hogy mi a stratégia, de hát mindenki tudja, hogy egyetlen egy dologgal tudom őt megfogni, hogyha valahol elélépek, hogyha el tudom kapni őt a ringnél, mert különben úgy mozog lábon, meg olyan plenyós ütései vannak szinte, hogy nehéz közel menni. Fred Astaire kutyafasza lesz most ehhez képest. Ki fogom mozgni a srácot, nem fog megkeresni, nem fog találni, egy kicsit árnyékén mozogni majd a ringbe. Ugyanúgy vagyok én is a Pistivel kész, most pontosan épp azért, mert a két olyan mérkőzésem, az egyik az a Madár elleni, szerintem mondjuk joga mondtam, az akkor az év egyik legjobb meccse volt, a másik meg a Bocskin a harmadik, ezt a Pistinek köszönhetem, és ezt mind szakmailag, mind emberileg, tehát mind racionális, mind emocionálisan a Pisti úgy áll hozzá, hogy vele jól tudok üzemelni. És azt hiszem, hogy megtaláltam azt, aki kell, attól meg majd elválik, a srác a fussot. Tudom, hogy a borzasztó verekedve vele szemet, vagy a bal horga az ott van, de az el kell, hogy találjon. Meg kell, hogy találjon. Ez lesz most a csata. Erről szól a történet. De nem, többet nem árulok el. Tehát nem mondod most el, hogy hirtelen meglepetésszerűen belharccal neki rontasz.
Meglátjuk. Meglátjuk. Nem fogatódsz. Mit lehet tudni, de jó mondja a Dobmehammer barátunk, hogy ugye két ellenkező stílus ökövő volt. Látunk, hogyha el akarunk mondjuk profilra betíteni, akkor te ilyen Ali stílus vagy, ő meg ilyen Mike Tyson stílus, tehát egy vívó, egy verekedővel, és akkor itt majd az lesz az okosabb, aki túljár másik eszén. Nyilván ott is az edző úr majd megpróbál valami stratégiát összedobni, mi is megpróbáljuk, mi meg már többször együtt dolgoztunk. És hát nem is mellékesen energiaitalt fogunk előtte inni, meg egy fél üveg viszkit. Lehet, várjál, lehet nyilatkozni, hadd mondjanak az ellenfelek is, ne csak mi dumáljunk már, igen, igen, sok igen. Belőlünk. Kicsit fenyegessétek egymás szerint. Figyelj, megosztom, azok... Ennyi. Én azt mondom, hogy mi pontosan azok karakterek vagyunk, akik a ringben szeretik ezt eldönteni, és ma, mai világban nagyon a divat üzeget, mi ezek nem ezek vagyunk. Azt gondolom, én tisztem a Gyuszi munkásságát, meg az egész annyira, hogy nem bocsátkozok ilyen aljabb izékben, szövegekben. Majd a ringben el fog dőlni. Egy jóslás is jó. Hanyadik menet? Anyadik menetbe végzett. Nem mondok, ne fogassál, Laci, te imádod te ezeket. Kíváncsi betettél. Ötödik menet. Ötödik. Igen. Jó szinte a hanyadik menetbe végzett. Arra nem számítottam pont. Ne folyunk, hogy abban még elő is fordulhat. A hatta jó vagy. Abba beleegyeztek. A hatta jó vagy. Lehet. Meg az öt is jó. De az is jó, is se kell. Amit még tudni kell, hogy számtalan más mérkőzés is sorra kerül a gálán, amit is szerintem annyira nem fogtok nyomon követni, csak később esetleg a tévés visszajátszásnak az alkalmával. Tehát az az igazság, hogy a nagy érdemű egy igazi boxparádéra számíthat, és ez a meccs a Zoli és a Gyuszi között tényleg azt mondom, hogy történelmi jelentőségű. Két nagyon nagy forma, két nagyon nagy figura formában van, és készen arra, hogy összeütközzön. Úgyhogy ez nagyon izgalmas találkozó lehet, abban, amit most itt box alatt látunk Magyarországon. Plusz rengeteg mérkőzés várja embereket, úgyhogy mindenképpen gyertek Nagy Kanizsára. Igen, Zoli? Az első Viltek Sipos István nevezetesi ökvivó gálán. Igen. Elmondtam. Én már csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy hát remélem én is, hogy ez egy folyamatot fog elindítani, mert ugye valamikor mi terveztük el a növényi nobbiról, hogy hát fogunk boxolni, és hát ez a Mike Tyson, most ugye csinálták ezt a bemutató meccset, és annak alapján, hogy tényleg akkor miért nem mutathatunk meg még mi azt, hogy hát bennünk is van valami. Most ez mindegy, hogy hát 50 éve, 60 év, 65 év, nem érdekes maga a mozgás. Persze mi nálunk már nem arra fog menni, hogy hát ki minél hamarabb kiüssük a másikat, hanem végig boxolni, általában ugyanúgy fog végződni a mérkőzésünk nekünk döntetlennél, de legalább megmutatjuk, hogy hát ilyen idősen is lehet még azért szépen sportolgatni, meg mozogni a ringbe. Ugye, hogy mondta a Dopi, hogy ugye más mérkőzések is lesznek, és hál' Istennek, Kis Balázs barátom is, aki most jött át a K1-be, ott már mindent elért, ami létezik a K1-be. Most jött át az ökölvívásba, hála Istennek, és szintén az anti az edzője. Igen, a Balázs boxolni fog, 92 kilóban nehéz súlyban, Horvátországból hoznak neki ellenfelet, ők amatőr szabályok szerint fognak boxolni, de hát ez a gála úgyis amatőr és profi lesznek. 85 és 90 között ott hozzuk a súlyokat. Hát jó lesz ez, Zoli? Én 93 kövök, én most lejövök 89-9-re, tehát a 90-re lejövök mindenféleképpen. Azt én hozom a 90 kövök. Én most ilyen 87 körül vagyok, szerintem 85 leszek. 84-85 leszek. 89-9-re lehozom magam, 3-4 kilós súlykülönbség. Érzem már magam. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy a lábmunkádban a 90 kiló az milyen lesz. Jó. Mert én emlékszem a lábadra, utoléredetlen. Beugrálós ilyen. Igen. Repkedett, én emlékszem, hogy repkedett. Most is lesz öcsi. Egyébként én emlékszem még, amikor a Eszóba edzettünk Öcsibánál. Igen. És volt egy kesztyűzés. Nagyon. Ugye milyen volt? Parázs volt? Emlékszel? Én kerestem őt, néha sikerült a kötélnél találkoznom vele, de legtöbbször meg elszaladgált. Hát akkor most el kell egymást húzni. Úgyhogy most is szerintem futni fog amúgy. Gyere majd, Gyuszikám, gyere majd, apám. Jó van, egyre jobb hangulatú lesz a beszélgetés. Szerintem most... Hoztam neked valamit. Csomagot. Hagyom el. Tényleg hoztam neked tényleg valamit. Szerintem ne bontsuk most fel, mi? Ő bontsa föl, bár amúgy éppen be van csomagolva, bár ő...
Szállítás közben már megsérült. Oh, de nehogy hogy összemenjetek itt, nehogy ott legyen. Nem, egy ajándékot adod el neki te, jó? És akkor parancsoljál ezt. Na most... Ezt elmondom neked, azért hoztam neked, mert szerintem szükséged lesz a meccsen. Ezt vesz csak főpróbált föl, hogy órád, mert... De nem, figyelj ide! Nem, megmondom neked, hogy miért kapod ezt a sisakot, azért, mert akasz még egy jó tanácsot a szponzorral kapcsolatban, hogy inkább a talpradat tegyék majd a logót, mert az fog többet látszódni a mérkőzésen. Gyere össze, basz meg! Nyugodj, majd a ringbe! Hoppá, is kötjél!